Üdvözlöm a videótanár nézőit! Ebben a videóban a szögmásolásról, a szögfelezésről, illetve a szögszerkesztésekről lesz szó. Megmutatom, hogy hogy lehet 30 fokos, 60 fokos, 90 fokos és 120 fokos szögeket rajzolni. Szükségünk lesz egy ceruzára, egy körzőre, illetve egy vonalzóra. Először mindig a szerkesztés lépéseit fogom elmondani, utána pedig alkalmazzuk is azt. Akkor kezdjük is a szögmásolással, ezt fel is írnám. Nézzük a szerkesztés lépéseit. Első, felvesszük az alfa szöget és az F kezdőpontú F fél egyenest. Másodszor, ugyanazzal a tetszőleges körzőnyílással körívet rajzolunk a megadott alfa szög O csúcsa és az F fél egyenes F kezdőpontja köré. Legyen a körív és az adott alfa szög két szárán keletkezett két meccéspont A és B, az F fél egyenesen keletkezett meccéspont pedig C. Harmadszor, az AB szakaszt körzőnyílásba vesszük, és az F fél egyenes C pontjából elmetszük a körívet, ez lesz a D pont. Negyedik, megrajzoljuk az FD fél egyenest, ez lesz a keresett szög másik szára, DFC egyenlő alfa. Tehát akkor rajzolunk először egy tetszőleges nagyságú alfa szöget. Megrajzolom a körívet. Jelölöm alfával. A csúcsa lesz az O pont, a körív meccéspontjai pedig az A, illetve a B pont. Ezután megrajzolom az F kezdőpontú félegyenest. F-fel jelölöm. Ezután ugyanazzal a körzőnyílással, amivel az O B szakasz, tehát az alfa szög körívét rajzoltuk, ugyanezzel a körző nyílással az F pontból kiindulóan rajzolunk egy körívet. Ezt a meccés pontot itt C-vel fogjuk jelölni. Felvesszük az A, illetve a B szakaszt. Körző nyílásba veszük az AB szakaszt, ezután a C pontból kiindulóan elmetszük ezt a körívet. Az itt keletkezett meccés pont lesz a D pont. A D pontot összekötve az F kezdőpontú félegyenes kezdőpontjával megkapom az alfa szög másolatát. Ezt ki is emelném akkor. Tehát a felső volt az eredeti szög, ez pedig a másolt szög. Ezután jöjjön a szögfelezés. Nézzük a szerkesztés lépéseit. Először felvesszük az alfaszöget és a szög csúcsából tetszőleges sugarú körívet rajzolva a szög száraiból kimetszünk egy A és egy B pontot. Másodszor az A és a B pontokból ugyanazzal a körző nyílással egymást egy pontban metsző köríveket rajzolunk, a metszés pont M. Harmadszor a szög O csúcsát összekötjük az M ponttal, az így kapott F fél egyenes az alfaszög szögfelezője. Tehát akkor szintén rajzolunk egy tetszőleges nagyságú alfa szöget. Szintén megrajzolom a körévet körzővel. Alfával jelölöm. A csúcsát O pont, a csúcsa lesz az O pont, ez pedig az A pont, illetve a B pont. Először az A pontból kiindulóan tetszőleges körzőnyílással körívet rajzolunk. Ugyanezzel a körzőnyílással a B pontból is. És ahol metszi ezt a körívet, ott lesz az M pont. És az M pontot összekötve az O ponttal megkapjuk az alfa szög felét. Ezt az egyenest F-fel fogjuk jelölni. Ki is emelem. Jó, akkor most jöjjenek a szögszerkesztések.
Először 60 fokos szöget fogunk szerkeszteni, ezt fel is írom. Nézzük a szerkesztés lépéseit. Első, vegyünk fel egy A kezdőpontú félegyenest, ez lesz a szög egyik szára. Másodszor, tetszőleges sugárral a félegyenes A kezdőpontja köré olyan körívet rajzolunk, amely metszi a félegyenest. Harmadszor, ugyanazzal a körzőnyílással a körív és a félegyenes B metszés pontjából elmetszünk a körívet. A metszés pont lesz az M. Negyedik, az M pontot összekötjük a félegyenes kezdőpontjával, ez lesz a szög másik szára. Tehát akkor felveszünk egy félegyenest A kezdőponttal. Ezután tetszőleges körzőnyílással körívet rajzolunk ebből a pontból. Egy olyan nagyobbat, mint a 60 fok. Ezután ezt a metszéspontot itt jelölöm B-vel. Ebből a B pontból kiindulóan ugyanazzal a sugárral, amivel ezt a körívet húztuk meg, a B pontból kiindulóan metszük el ezt a körívet. Ez lesz az M pont. Ezt az M pontot összekötve az A ponttal megkapjuk a 60 fokos szöget. 30 fokos szöget úgy szerkeszthetünk, ezt fel is írom. Hogyha ezt a 60 fokos szöget megfelezzük, már ugye nagyon jól tudunk szöget felezni, úgyhogy először az M pontból kiindulóan tetszőleges sugárral körívet rajzolunk. Nem kell teljesen egyébként megrajzolni a körívet, elég csak azt, amit érinteni fog ez a pont. Majd a B pontból is kiindulóan, ugyanezzel a körívvel, körzőnyílással, ugyanezzel a körzőnyílással körívet rajzolunk. Ezt mondjuk jelöljük N ponttal. Majd ezt az N pontot összekötve az A ponttal megkapjuk a 30 fokos szöget. Ezt ide is írom, hogy ez 30 fokos lesz. Akár ezt szögmérővel le is ellenőrizhetjük. Tehát valóban 30 fokos szöget rajzoltunk. Akkor jöjjön a 90 fokos szög rajzolása. Nézzük a szerkesztés lépéseit. Először megrajzoljuk a 180 fokos szöget. Másodszor a 180 fokos szöget felezve 90 fokos szöget kapunk. Tehát akkor megrajzolom a 180 fokos szöget. Ezt a pontot itt jelölöm A-val. Meg berajzolom a 180 fokos szög körívét. Bele is írom, hogy ez 180 fokos szög. És úgy lehet 90 fokos szöget kapni ebből a 180 fokos szögből, hogyha megfelezzük. Bejelölöm a metszés pontokat, ez lesz az A B pont, illetve ez a C pont. A B pontból kiindulóan tetszőleges körzőnyílással köríveket rajzolunk, majd a C pontból is, ugyanazzal a körzőnyílással, és a metszés pontot, amit most M-mel jelölünk, összekötjük az A ponttal, ami a szög csúcsa egyébként. Tehát a 180-nak a fele 90 lesz, így kapunk egy 90 fokos szöget. De is írom, hogy ez 90 fokos szög. És még ugye nem volt a 120 fokos szög szerkesztése, úgyhogy most jöjjön az. Még van egy kis hely a papíron. Ezt úgy lehet, hogy rajzolunk egy 60 fokos szöget először. Rajzoltam egy A kezdőpontú félegyenest. Tetszőleges körzőnyílással körívet rajzolok az A pontból. Legyen nagyobb, mint
a 90 fok körülbelül így, és ez a meccéspont legyen a B pont. B pontból kiindulóan ugyanazzal a sugárral, amivel a körívet rajzoltuk, elmetszük ezt a körívet. Itt kapunk egy pontot, most ezt nem jelöljük, és ebből a pontból kiindulóan rajzolunk még egy 60 fokos szöget, tehát két 60 fokos szög kifogadni egy 120 fokos szöget. Ezt össze is kötjük, egyébként ezt jelölhetjük M-mel. Össze is kötjük. Hát egy picit félre sikerült, így jó lesz. Ezt itt jelölöm is, ez lesz a 120 fokos szög. Jó, hát akkor nézzük, hogy miről is volt szó ebben a videóban. Először megtanultuk, hogy hogyan lehet szöget másolni, majd szöget felezni, illetve a szögszerkesztésekről is volt szó, 60, 30 fokos, 90 fokos, illetve 120 fokos szögeket rajzoltunk.